Na, üdvözlöm a kedves nézőket, itt Kenta beszél újra. Történt egy kis véletlen baleset, mert nem vettük észre, hogy itt van ez a kül is, hogy 5 sárdot kell gyűjteni Minkipálytól. Az mindjárt hamar megvan. És majdnem ezt a küldetést elvesztettük, de látjátok, hogy még időben megmenekültünk. Hopp, kaptunk 2 új küldit. Jó, de ezt majd csak azután nézzük, hogy miután megszereztük a nemetés harmóniamét, vagy igen, azt még hamburos is úgy mondják. Akkor activate! Vagy ahogy Yu-Gi-Oh-ban szokták mondani, I activate my spell card! So, you've activated the first harmony stone. But I doubt you can find and activate the others. Oh yeah? Well, if any pony can do it, Twilight can! I know with the help of my friends that we'll be able to stop you, Nightmare Moon. That is, if you can ever find their precious little sun-loving faces. She's right, Spike. We'd better find the other ponies and the Harmony Stones as quickly as we can. Na, igen, megvan az első harmónia elemünk, közben még aratunk. I activate my spell card, és közben szintet léptünk. Na, kicsikét, ops, elnézést. Ez is mindjárt kész van. Ja igen, és az van olyan is a termőkben, hogyha már 2 póni van egybe, akkor akár többet is berakhatunk, mert hogyha a 2 van egyben, akkor kapunk egy harmadikat is, de azt csak azután, miután látjátok, kaptunk egy, hogy azok megvan a szava, hogy hány csillagtól kezdődnek. Na de most, nekünk most van itt 2 olyan küldetésünk, hogy Connecting to the Social Network, az megvan, úgyhogy ez a küldetés kész. A következő küldi pedig az, amit Spikey Vikey ad. Pedig az, hogy buy a bookstore, venni kell egy könyvtár, egy ilyen, mi ez, könyvtárat, nem könyvtár ez, hanem pillanat, igen, meg lehet olyat is csinálni, tehát mondtam ez az editor, hogy lehet mozgatni dolgokat. Én most ezt a fát egyelőre, hát én el szoktam az ilyeneket rakni, mert ezek zavarnak egyelőre, de most egyelőre még ide elhelyezzük, és akkor kirakjuk ezt a könyv dolgot. Közben meg látjátok, Spike azt mondja, hogy gyűjtek, hogy mit is kell csinálni? Pontosabban. Asking pony to the shops. Ja igen, szóval a ponikat kell rakni a ilyen termelőkbe. Na. Most látjátok, a Daily Event megjelent, az például az olyan... Ó, oh, Collect Bits. 40 000 kell összegyűjtenem ahhoz, hogy megszerezzem a pónit? Hát az nem fog ezzel menni, főleg nem 4 nap alatt. Ja igen, 4 nap alatt, ha már egy napokról beszélünk, akkor azt elmondom, hogy még játékidőn kívül fogom vinni a játékot. Tehát ne lepődjetek meg, hogyha valami nem egyezik meg az előző videóba. Mert én csak a küldetéseket fogom megmutatni, meg mit hogyan kell csinálni, szóval... Ja... Ezt akarom elmondani. Na de most nézzük meg, hogy mennyibe is kerül Mrs. Cupcake, mert itt is... Hoppá, nem tudom ez mi volt. Valamit... ez véletlen volt. Mert gyorsan viszem el, akkor lassan vigyük, nem kell kapkodni. Van annyi időnk, hogy ezt bemutassam. Mert látjátok, annyi póni van itt, hogy az nem igaz. Ja, én meg elviszem! Csak 500-ba kerül! Na jöjjön! Hölgyem! Na igen. Welcome! Welcome to the club now! Na, közben meg aratunk. Jaj, kaptunk egy izé, AJ-nek a harmónia elemét. Na, mi is a következő küldetés közben? Mert már elfejtettem. Asking pony to the shops. Ez volt az. Igen,
Eskimo's Cafe to the... Mondjuk beteszük a Cherry Shop-ba. Cherry Shop-ba? Mi ez? Cherry Stand-be. Stand-be. Jó van, megkaptuk a küldetést. Van most még valami? Ja igen! Azt úgy tudjuk megcsinálni, hogy most bemegyünk a szociálba, hát most látjátok, nincsen... Nem vagyok részlet, de szerencsére van itt egy kis segítségünk. Itt van Celestia a hercegnő, tehát... Úgy tudjunk itt ezt a dolgot megcsinálni, hogy rámegyünk erre a... kis házra, és akkor így elmegyünk Celestia a hercegnőnek az játékjába, tehát hogy az ő... Hogy mondjam? Hogy ő mit, hogyan játszik ez a játékot, tehát az ő játék menetébe. Itt ez a kis láda, ha rán megyünk, akkor adunk így Celestia hercegnek egy ládát. Igaz, hogy Celestia hercegnek nem fog így visszajelezni nekünk, de ezt bármelyik másik barátoddal, haveroddal, ismerősöddel meg tudod csinálni, csak nem érkezik, hogy ő is visszaküldi majd. Na, kész a küldi? Jézusom, mi ez a sok küldi itt? Várjál, mi? Várjatok! Ja igen, még egy póni kéne. Nincs több pónim. Mármint pónim az van, de... Nincs több költenivalóm. Cherry on top. Collect cherries! Jó, hát az még fél perc. Mi a következő küldetés, Spike? The pet of Ponyville. Ja. Növelni kell egy területet. Merrefele menjünk? Merrefele menjünk? Itt végül is édes mindegy, hogy merre indultok el, csak... Vegyünk valahol egy területet. Hát mondjuk nekem szimpatikusan ez a terület tetszik. Vegyünk... pillanat... Közben az is eszembe jutott, hogy... Vannak itt pónik, akiket ugyanúgy meg kell venni. Big Mac az 4000-be kerül. Kettőben még nem tudunk elmenni. Á, kész a küldi! Hát, Twilight, majd meglátjuk. Na! Ja, most adja meg Twilight az, hogy... Kettőben meg leállattuk a cseresznyés küldetést, és Twilight meg azt mondta, hogy meg kell venni Mr. Cupcase-et. Közben! Jaj! Szintet léptük és megkaptuk Apple Bloom-ot! Ezt nem tudom mi, de... Hey, there are you. Enjoying the game. If you land every pony know by giving it a rating. Ezt nem tudom. Én ezt mindig arra mondtam, hogy later. Hey, have you checked out the store yet? In the store, you can get houses for ponies, shops... Decorates. Jó, hát az mindegy. Igen, növelni kéne a területet. De várjunk, mert most meg tudom venni Mr. Cupcakes-et, mert őt is meg kell venni. Hol van? Igen. Mindegy. Pinkie Pie meg hogy táncol? Ennél csak itt az operatőr meg azt mutatja, hogy elmérte az időt. Na mindegy. Majd mindjárt ügyzére legfeljebb leállítjuk. De úgy vélem, hogy még nincs még 10 perc, hát remélem még azért nem vagyok olyan sokba. Na mindegy. Majd mindjárt csinálok valamit, azt legfeljebb lezárunk. Most mondta, hogy... Jó, már nagyon most az ott mondta, hogy 2 percet késik az egész. Na, 2000 ilyen holmit kell gyűjteni. Na most fizetőeszköz, megint ott tartok, fizetőeszköz. De most 10 növelni kell a területet, és közben venni kell ilyen utat. Látjátok, hogy ilyen utat kell venni. Utat. Én ezeket az utakat én mindig úgy csinálom meg, hogy én ilyen ide rakom, nem, ide, nehéz mozgatni, úgy. Ja igen,
Jó van, elnézést, csak itt meg itt nagy felfordulás van itt közben, de amint látjátok, na most ezeket, ahogy mondtam, én ezeket eladom, mert ezeket nekem nincs szükségem, azért nincs rá szükségem, mert nincs rá szükségem, minélek nem tartok igényt. Megkérném, hogy akik zajonganak hát, hogy kicsikét halkabbra vegyék a beszélgetést, mert itt események folynak. Jó. Na jó, már úgyis izé... Na, jó, már egy kis technikai felfordulásokat, úgyhogy most itt befejezzük a videót, mert itt most nagy felfordulások vannak, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, a tényleg kedvet érzek, és folytatjuk, és külön minden brajok és pegaszítve külön Blue Office, viszlát.